nem ömlengeni kell, nem elsőleg érez, nem ölelgetni kell valakit, hanem esélyt kell adni. Nem minden lépés, amit teszek, hoz sikert, de a sok-sok-sok-sok új esélyadásból rengeteg-rengeteg fog gyümölcsöt teremni. És ennél szebb dolog nincs a világon. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, bedőimre vagyok, és ez itt a Férfiak Klubja mentor csatornája. Egy olyan témáról szeretnék beszélni, ami túlságosan, általános túlságosan el van koptatva, és ezért külön kérek mindenkit, hogy amikor meghallják a téma nevét, akkor ne kapcsoljanak el, mert valami olyasmiféle módon szeretnék róla beszélni, hogy egy picit életre keltsük ezt, akár férfiként, akár nőként is. A téma címe, és most kell nagyon vigyázni, hogy, 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 hogy hogyan értékeljük ezt, a szeretet. Hogy mi, mi, mi is valójában a szeretet, mert túlságosan elkoptatták. Tehát ma már tényleg ott tartunk, hogyha azt mondják, hogy a, a szeretet, akkor mindenkinek bedugódik a füle, mindenkinek a, a, Ez az, amivel mindent, mindent el lehet odázni, odébb lehet tolni, amire minden, mindenre felmentést ad. Ugye, mert azt mondjuk, hogy ahol szeretet van, ott minden van, mindent, a szeretet mindent megbocsát ha igazán szeretsz, akkor mindegy, hogy a másik így, úgy, amúgy, mert a, hát ez egész egy félreértelmezett, ilyen ömlengős máz, amivel, hogyha leöntünk mindent, akkor semmivé válik holott. Ez a legesleg fontosabb dolgok egyike. De mai világban már csak akkor uh, tudjuk használni ezt, akkor hiszünk, akkor bízunk benne, ha valamelyest értjük. És arra a kísérletre vállalkozok, főleg a férfiak kedvéért, de nyilván ma már a nőknek is az eszén keresztül is kell hatni, nem elég az érzelmeikre hatni, hogy próbáljuk meg megérteni, hogy mi, mi ez a szeretet, elképzelni, hogy mi ez a szeretet, mert hát ha egy picit ezt az általános mázat le tudjuk róla venni, és közel kerülünk a valóságához, közel kerülünk ahhoz, ami valóban a mi életünket is bearanyozhatná, pedig ugye azt mondja a kereszténység, hogy a szeretet, maga Isten és Isten, maga a szeretet. Tehát ha az a szeretet, ami bennünk van, az egészen biztosan valami, az mi isteni részünk, a mi, a mi isteni összetevünk. Tehát ezzel igazán érdemes foglalkoznunk, hogy kicsit közelebb kerüljünk, lássuk, hogy mi, mi is ez. A legnagyobb csapda talán az, hogy legtöbben úgy képzeljük ezt el, hogy ez valami érzelem. Tehát, hogy ez valamiféle ömlengő érzelem. A szeretet az valami olyan dolog, amit úgy érzel, hogy téged elönt, és akkor te úgy szereted azt a valaki mást. És ezért nagyon nehéz elképzelni azt, amiről szó van akkor, amikor mondjuk egy kibírhatatlan szomszédot kellene szeretni, vagy a házártos feleséget, vagy a vagy a, vagy, a, vagy a, vagy a hátból támadó anyóst, ugye? Tehát, hogy mégis akkor a szeretet hogyan nyilvánulhat meg olyan esetekben, amikor pont valaki olyannak van szüksége a szeretetre, akit nehéz szeretni. És ne felejtsük el, hogy akit könnyű szeretni, az sokan szeretik igazán annak van szüksége szeretetre, akit olyan kevesen szeretnek, mert az ő szívét kell megpújítani, hogy ő is olyanná tudjon válni, hogy érdemes legyen őt szeretni. Tehát igazán őnek kell szeretetet adni, és ez igényel a mi részünkről is valamiféle szemléletváltás a szeretettel kapcsolatban. Tehát egy biztos, hogy ez nem valami érzelmi, ömlengő érzelem, ami bennünket el kell öntsön. De hát akkor mi? Mi? Mi ez? ahhoz, hogy jobban megértsük, és itt a férfiak kedvéért is, de még egyszer mondom, most állam, őknek is a nőknek is az eszükön keresztül kell a megközelítéseket megtenni, a matematikát hívom segítségül, és megint nem kell megijedni, mert a matematikának a filozófiáját is. Tehát nagyon érdekes a matematikában a nulla. Ugye a nulla az valami azért érdekes, mert az a semmi, ugye? Tehát az, az valami olyan, hogy hozzáadod valamihez, az, akkor az nem változik, elveszed valamiből, akkor az nem fog megváltozni. Még szorozni is lehet nullával, és akkor minden nulla lesz, tehát akkor az is ugye a, a semmi lesz. Tehát ennek van egy külön jele, és rengeteg filozófus, de most valódi filozófus gondolkodik azon, hogy mi a nulla. Tehát a nulla a matematikában az az a nélkülözhetetlen valami, amire, ami, ami az egésznek a, a, az a pontja, amire az egész felépül. Enélkül nincsen semmi. Ez a, ez a dolog, ami a semminek a, a kvázi megjelenítése, de nem igaz, hogy a semmi, mert ha már valami, akkor az már nem semmi, ugye mondta Besenyő Pista bácsi, de nagyon érdekes filozófiai kérdésé válik, hogy mi ez, mert ez nem csak a kiinduló pontja, hogy a attól föl plusz, attól föl mínusz, mert ha máshonnan nézed, akkor ez valahol középen van. Ez nem is az, hogy ez egy pont, és a többi az nem egy pont. Minden nagyon hasonlatos, de érezzük, hogy ez egy, ez egy valami olyasmi, ilyen, ilyen szent grálja a matematikának, amin az egész valamilyen módon, amire támaszkodik arra az egy pontra, és azon az egészen áll egyensúlyban. Tehát, hogy anélkül nincsen semmi, és mégse tudjuk megmagyarázni, hogy pontosan miről van szó. Tehát a szeretet az valami hasonló. Tehát gondoljunk bele, hogy a szeretet, ha nem érzelem és nem valami ömlengés, akkor Egészen biztosan, hogy a szeretet az nem valamivel teli állapot. Ez nagyon fontos dolog. Mert ha valamivel teli vagyunk, akkor már nem fér el semmi. Értjük ezt? Tehát, hogyha érzelemmel vagyunk tele, akkor oda már nem fér el semmi, illetve önmagunkkal vagyunk tele aki érzelemmel tele van, az annyira van tele önmagával, és nem a másikkal van tele, hanem önmagával telik meg, amikor boldogok vagyunk, és érzelemmel. Az a fajta ömlengő dolog, amiről beszélünk. Tehát a szeretet az valami, valami üres dolog. Mondom még egyszer, a nullához kell hasonlítani. Nincs benne semmi, de ami belekerül, az valami új dolog, és amiből bármikor születhet valami új. Tehát ez egy belső állapot, ugye? Tehát azért mondom, hogy kezdjünk közelíteni ezt, hogy kezdjük érzékelni ennek a, ennek a szépségét. Tehát a szeretet olyasmi, mint egy tiszta hófehér papír, amire bármit lehet írni, bármit lehet rajzolni. Tehát ez egy nagyon fontos gondot, egy fehér papír. Tiszta, fehér, üres papír. És bárki ezt tudsz úgy közelíteni, hogy van nálad egy ilyen papír, és ezt oda tudod neki adni, és ő újra kezdheti, és újra, újra tud ráírni. Nagyon, nagyon érdekes kérdés ez, ugye? És hogyha még egy jelzőt hozzá tudnék tenni, akkor azt mondanám, hogy a szeretet az semleges. Tehát nem csak üres, nem csak tiszta, nem csak fehér, semleges is. Tehát gondoljunk bele, amikor a Jézusi szeretetről beszélnek, ugye, akkor az, 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 az nem egy ilyen, hogy mondjam, nem abból az emberi megközelítésből származik, hogy mi milyen értékítéleteket hozunk, mi milyen a helyről jövünk, és ahhoz képest tudunk-e szeretni, hanem az, ar, a, a, az a lényeg, hogy fel tudok-e venni egy olyan semleges állapotot a gonosz szomszéddal szembe, vagy a hátuból támadó anyósal szembe, amikor én neki egy fehér papírként adok egy új esélyt. Újra, meg újra adok egy új esélyt. És az az érdekes, hogy ez a semlegesség, vagy tisztaság, vagy üresség, ez nem passzív. Tehát nem az, hogy annyira kiürítem magam, mint a sok jogi, és akkor már úgy nem foglalkozok semmivel, hogy már nem is teszek érte semmit, hanem ez egy kíváncsi semlegesség, aki újra és újra kapcsolódni akar, újra és újra esélyt akar adni, újra és újra meg akarja tapasztalni, hogy van, van, lehet még jobb, lehet még jobb. E -e lehet jobb, a kapcsolatunk is lehet jobb. Ezt az ügyet meg lehet oldani újra, meg de van ebben egy ilyen hittel, teli optimizmus abban, amit, mi, amit szeretettek próbálom, hogy képzeljünk el együtt. Értjük, ez egy proaktív semlegesség. Nincs töltete bennem. Az annak a tiszta hozzáállásnak, amivel bárki ezt tisztán tudok fordulni. Még két ilyen bónusz, hát hogy mondjam, tudást próbálnék ma átadni. Ezek mind-mind-mind az én, hogy mondjam, belső utazásaimból fakadó. Rengeteget gondolkodok ezeken a dolgokon, hogy hogyan tudjam átláthatóbbá, megérthetőbbé tenni, mert még egyszer az a tapasztalatom, hogy szeretnek, a dolgok, szeretnek az emberek megérteni dolgokat. Mindjárt beszélek erről is. És ezért két ilyen extrát még hozzátennék a szeretett kérdésköréhez. Az egyik az, hogy az egyik ilyen mítosz az feltétel nélküli szeretet. És mindenki ezt is elpufogtatja, kell a feltétel nélküli szeretet, és ilyen hasból szokták mondani, a feltétel nélküli szeretet, az minden. És mindig keltenek egy ilyen bűntudatot az emberekből, hogy ha nincsen feltétel nélküli szeretet, akkor, akkor te valami gonosz ember vagy. Fők emberek vagyunk. Mi ugye tökéletlen esendő emberek vagyunk, és jogosak azok a, 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 a dolgok, hogy nekünk elvárásaink vannak másokkal szemben. Elvárásaink vannak a feleségünkkel, a barátunkkal, a barátnőnkkel, a férjünkkel szembe, elvárásaink vannak a szüleinkkel szembe. Mindenkivel, akivel mi kapcsolatba kerülünk, azért mégiscsak mi is hozzáadunk, ők is hozzáadnak. Nem, nagyon nehéz igazán elvárni magunktól, hogy mi minden feltétel nélkül szeressünk. Célul tűzni érdemes, filozófiailag érdemes magunkat ugye trenírozni, és amit az előbb elmondtam, hogy tudunk-e mi tisztalappal, lappal, mindenki felé újra meg újra, tisztalappal ugye, új lehetőséget, újraindítást adni. Ez már sokkal könnyebb, ugye? Sokkal közelebb áll ahhoz, hogy feltétel nélkül, tudom, nagyon gonosz, sőt, már tudom, hogy egy nagyon gonosz emberről van szó, de akkor is. Én a, fele, a gyerekeimnek el szoktam mesélni, hogy azért van a, a népmesékben, ugye, van a gonosz boszorkány és a vasúrú bába, és találkoznak vele az erdőbe, a kisgyerekek, akik vágnak át az erdőn, és akkor azt mondja neki az egyik, hogy jó estét kívánok, öreganyám! Mire azt mondja hogy a gonosz boszorkány, hogy szerencsét, hogy öreganyádnak Na nagy be, és akkor általában megsegíti. Ugye, mert itt arról van szó, hogy ez egy nagyon nehezen szerethető valaki, ez a boszorkány, és hozzá van szokva, hogy őt mindenki gyűlöli, mindenki utálja. És aki gyűlölettel fordul vele szembe, azt ő is lefele akarja nyomni, és ő nagyon erős ez a boszorkány. És először akkor nyílik meg, amikor valaki szeretettel fordul. mondja, öreg anyám, ugye? Jó estét, öreg anyám! Ez a tiszta fehér lap, tessék! Mire ő, ez váratlanul érte, ugye? Mert őt, ő, 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 mindenki másképpen állt eddig hozzá, mindenki, hogy mondjam, keményen odavágott neki, és azonnal meglágyul a kőszíve, és elkezd, ugye, segíteni annak, aki, aki képes volt erre. Tehát nagyon-nagyon lényeges, hogy a feltétel nélküli szeretetet talán így közelíthetjük meg legjobban, talán úgy is, hogy akinek nem volt gyereke, az nem nagyon tudja, de akinek van gyereke, az először a gyereked az, aki felé van egy feltétel nélküli szeretetet, hogy bármit csinál, bárhogy viselkedik, azért mégis, de ugyanez a fajta, ez a belső szeretet szülőként elő tud jönni. Ez már a szüleid fele nem így van. A szülők fele mindig van valamiféle elvárás, valami ez az amaz, ugye? Tehát nekünk az a dolgunk, hogy ezt a fajta szeretetet előfele adjuk, és a gyerekünk is továbbadja előfele. De ne várjuk visszafele, mert visszafele a viszony nem ugyanolyan, mint előfele. Tehát egy nagyon fontos kérdés ez a feltétel nélküli szeretet. Porátkozzunk az, hogy emberek vagyunk, vannak elvárásaink nem gond. Próbálkozzunk, ízlelgessük, közelítsük, de ne legyen lelki fordulásunk, mert bizony az élet abból áll, hogy mi Azokat az elvárásokat mi is hozzáteszünk a magunkért, de szeretnénk, hogyha más is hozzátenni, és ez egy teljesen természetes dolog. De ezzel a hófehér hozzáállással bárkihez tudunk fordulni. A másik ilyen csapda az a megértés. Tehát a nyugati ember mindent meg akar érteni, mert elhitették velünk, hogy a tudomány mindenek feletti, és ezért ha valamit nem értünk, akkor az nincs. És ezért fontos az, hogy valamiféle módon ugye ne a megértést, hanem az elfogadást helyezzük a középpontba. Mert minden vallás, érdekes mondanám, az elfogadást teszi. Tehát ez azt jelenti, hogy fogad el, hogy, hogy te tökéletlen informátságban leszel, soha nem lesz mindenről tudásod soha nem lesz tökéletes informátságot bármiről, mindig a körülményeknek ez a része, az a része fog hiányozni. Tehát ne gondold, hogy megértettél bármit is. Amit én most mondtam, az is egy része ennek az egésznek. Tehát, hogyha az elfogadás veszed középpontba, akkor azt jelenti, hogy de egyrészt vannak elvárásaid, amit az előbb mondtam, másrészt meg a tökéletlen informátság alapján, a tökéletlen helyzetnek az elfogadásába nyugodt tudsz lenni, mert ez működik jól. És hogyha ezt a kettőt összerakjuk, akkor eljutunk ugyanoda, hogy, hogy nem tudod megérteni a másik embert azért, hogy szeresd, hanem el kell fogadni dolgokat. Tehát elfogadod azt a helyzetet, amiben vagy, elfogadod azt, amilyen ő, és ha újra és újra hófehér módon, ugye, közelít, egy papír tudsz neki átadni. Üres vagy, és engeded, hogy beléd töltsön valamit, és utána megint kiüríted, és megint kiüríted, és ő elkezd ezzel játszani, és rájön arra, hogy neki egyre jobbnak kell lenni, mert nem jössz vele szembe. Ugye, hogy milyen érdekesen működik a szeretetnek ez a fajta formája, ami még egyszer mondom, ez az igazi, semleges, tágra nyílt szemmel nézed, nagyon kíváncsi vagy, és te magad hófehér vagy, akkor őt is elkezdett hófehérre mosni. Minden rosszat ki tud szivattyúzni belőle, úgy, hogy te magadból is ki tudod takarítani. Érezzük ezt? Azért szeretem volna erről beszélni, hogy, 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 nem ömlengeni kell, nem elsőleg érez, nem ölelgetni kell valakit, hanem esélyt kell adni, és ha nem sikerül, akkor újra esélyt kell adni, és újra esélyt kell adni, és azt kell látnunk a mai beszélgetés végén, hogy ez mind a kettőnek jó. Tehát ez nem úgy van, hogy nekem egy izottságszagú valami, hanem ez ő neki is jó, akinek esélyt adok, és bizony, bizony nekem is jó. Mert azt fogom látni, hogy nem minden lépés, amit teszek, hoz sikert, de a sok-sok-sok-sok új esélyadásból, a sok-sok lépésből, amit megteszek, a proaktív lépésből, rengeteg-rengeteg fog gyümölcsöt teremni. És ennél szebb dolog nincs a világon. Úgyhogy most különösen aktuális ez a szeretett kérdése, de talán minden nap aktuális. Remélem, hogy ismét egy olyan témát tudtam előhozni, ami egy picit-picit el tud gondolkodni bennünket, és a hozzáállásunkat az ünnepek alatt, és minden ünnep alatt olyanná tudja tenni, hogy minden egyes átlag nap ünnepé tudjon válni. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt voltunk.